Dale. Micsoda, hogy valami szépségszalomba, ilyen piperaci küzletbe, vagy hogy mondjak. Kamerák vannak, engem is figyelnek, én is figyelek minden, és mindenkit. Valami baj van az egyik regiszternél. Nincsen izé. Oké, hova menjen? Melyik az D3-as a pecspen ellen? Az első hülik. A routeren. Nem bolond router ez. Lámpák sincsenek. Rejtő. Az egyesnél nem ég a törköly. Kicsit kivon csúszva, mintha jó, bár most a teszterem van belé dugva, nem a izé. Két regiszterik van itt, az egyik. Egyiken nincsen. Network connection. Green, 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 green. It's all green. Okay. No control panel. Everything is locked. Vigyáztunk való. A rohadék eső van, elkezdett esni, hogy a nyaka tör neki. Nem hagy békén. Na, kamera be van, hamar esődve. Nem, bent hűvös volt. Nem ennyi csurdélábú fehér nép. Vastag ajkakkal. Na mindegy, egy kicsit várok, nem lehet nagy eső. Na hát itt könnyű munka volt, ez 5 perces munka volt. De mikor a kamerán témeztem, akkor már meg volt csinálva, csak tetettem magam, mintha valamit dolgoznék, de csak annyit kellett csinálni. Rossz hár, valaki kihúzta a patchcordot hátul. Előbb be volt dugva a D4-es jackbe, és hátul a D4-esben nem volt kábel. De a D3-asba volt, eléjöttem, addugtam a D3-asbas tesztelés, működött minden. Azt, jó. Hát ezt bevallottam, mielőtt indultam, már indultam volna Marco Islandre. Ugye menjek vissza, hogy csináljam a routerre. Csekkoljak ki közben a telefonon is. Illetve az interneten, a telefonon már kicsekkoltam. Indultam, hogy menjek a vissza Marco Islandre, még két hotelt csinálják, meg négy számítógépet, kettőt, és beesett egy munka. Jön be az Unforce-on, hogy $80 flat fee, connectivity problem tesztelni kell, mondom, hát az könnyű. Úgyhogy bevallaltam gyorsan, 2 óra 27 perc. Csütörtök, augusztus 25. Közben még otthon egy kaját pakultam össze, mielőtt indultam. Kicsit várok, hogy elállja az esőnek, én beöltözzek a bar, úgyis be kell öltözzek, hogy ne várja férjám. Na mindegy. Fél három, fél négyre ott vagyok Markon. Fél öt, fél hat, két óra alatt megvan az egyik, fél hét, fél nyolc. Jó, számolom meg. Lehet másfél óra alatt is meg tudok lenni. Na mindegy, este 7-8-ra meg vagyok, s 9-ra otthon vagyok. Oké, nyomunk itt egy checkoutot. Job done to be completed for payment.
Adjátok a pénzt. 80 dollár egy fél videókártya. Add the hell. RX 470-es. Ezek a jó munkák, gyerekek. Minden nap kettőt ilyenből megcsinálni. De az utazás úgyis elveszi az időt, de így, hogyha össze tudsz hozni 2-3 munkát egy napra, akkor egész faszomat csinálsz 2-300 dollárt, vagy 150-200-at. És meg vagy éve. Na jó. Nincs is, amit itt várakozzak, gyerekek. Mindegy, ha még egy kicsit csepeg is az eső. Azt hiszem, ez már csak a háztetejéről csepeg. Teszem be a cuccot ide. Hoztam olyan a töltőt laptopnak. Kellett hozzam. Nem mondta, hogy nem hoztam, meg utalt kapok. Hú, hogy hely! Itt van, oké. Jó, van még zoknit is hoztam. Egy óra innen Marco Island, ledöngetek gyorsan. 75-ösen 101-es exit Collier Boulevard utána. A lószor nem is esik, ez egy ilyen enyhe nyári permeteg volt. Akkor át se öltözök. Csessze meg. Minek? Csapom így, ahogy vagyok. Telefon, kulcs, iratok, kamera. Iratok, az a pénztárca. Ja, unok öltözködni át vissza. Az ülés egy kicsit nedves, azt letörülöm egy darab rongyóssal. Azzal el vagyunk, menbe! Menjünk, hajtsuk be a pénzt, aztán haza. Megint nem haladok semmit otthon, de nincs időm. Na, mikor? Majd hétvégén. Lámlik, hogy szakadt szét minden. Már se úszom meg, szalazom. Már nem úsztam meg. Lefelé jövete egy kicsit megvel, de nem erősen. Hát csukjam le az utánfutót. Na itt vagyok, megint Marco Islanden. Jó, másodike! Csőgári stílusban. Ott a cooler, itt van a vacsora. Kis jó paszta zöldséggel, faszújkával. Így lehet pénzt parolni, gyerekek, ha magadnak főzős, viszed magaddal a kaját. Na, ez a hotel egy kicsit másféle, itt van előre a recepció. Egy külön kicsi épületben, és ott van hátul két nagy épület. Nem olyan nagy, mint a másik, de a kettő együtt lenne egy akkora, mint a másik tegnap. És az elébb, ugye tegnap voltam a 410 South Collier Boulevardon. Ma jöttem az 560-ra. És ez most a 700-as. Az 560-ason kiderült, hogy renoválnak, és le van minden zárva, számítógépek, dobozba rakva, úgyhogy ott nem tudtam csinálni semmit. De itt már elindítottam az imidzsettel két komputerem. Közben a tegnap a flash drive-ról átmásoltam magamnak is az imidzset, úgyhogy hogy tudjam egyszerre, mert egy flash drive-ot küldnek ki egy helyre. De itt tart is, hogy átszabad másolni. Na, egy kicsit lefelé megvált az eső, most megint el van borulva mindenfelé. De, így jó, most nem kell újból csinálni. Villámot akartam megmutatni, mindig nem arra van a kamera. 4:26, tehát fél öt az imidzsek el vannak indítva. Ha fél öt, öt, hat, legkésőbb hatra itt meg vagyok. És hétre otthon vagyok. Pásik, ha szakod. Na,
De közben ugye bejelentettem az appen, hogy másik, én nem tudtam csinálni a munkát, mert renoválás van. És na, jönnek be az új munkák. És a csaj visszaírt, hogy nem gond, köszi, hogy szóltál, és kompenzálni fogunk. Home Depot-s munka, covering bollards at Home Depot, Fort Myers-ben mennyit fizettek? $150 fixed. Skills at labor, unskilled. Bollard, mi a bollard? B-O-L-L-O-R-O-R-D Bollard. $150, bevállalom, de mi az? Meg kell googlezzem. Na jó. Ennek fejezzem be a falas, akkor bemegyünk se. Folytassuk a munkát, most egyebet nincs mit mondjak. Na, befoltuk a vacsorát. 4.43. Mikor indítottam már az imidzseket, úgy 4 óra 10 perc, 4 óra 15 perc körül. Azt mondják, legalább egy fél óra, de tegnap úgy láttam, hogy inkább ugye 45 perc, de meglássuk most. Ja, még az imidzselés ment, addig faltam. Be kell osztani mindent itt az időt hatékonyan. A signal? It takes about half an hour for the image to run, then about another half an hour for me to finish setting it up. So yeah, in about half an hour we should be all set. Good. Re-imaging is complete. Na, közben az eső elkezdett esni rettenetesen. Hiába végzek a munkával, hamarabb úgy se tudok menni. Mégis le tudok oda, közel van a motor, itt van az épület mellett. Falk alatt. Oda meg bélt, ezek csapom. Kicsit kellemetlen a nagy zuhogó esőbe motorozni. Nem mindegy, várok majd egy kicsit. A falban még egy olyan 20 perc, hogy befejezzem a munkát. Veleket végeztem. Negyed hét felé van, még egy kicsit tepeleg az eső, peteleg. De
Nem ennik él. Most már rá van csendesedve. A nagy dörgősök elmentek. Úgyhogy öltözök be. Sajnos az Asun rugalmaznak egy részét otthon hagytam. Ó, de van itt még. Van vagy három ilyen izé. Jó. Na. Jó van, még hazaérek világosságba. Hát csak jó sikerült ez a nap. Nagyon jó van az egyik esőt. Jó van, jó. Ott felállítottam, betettem a zsebébe minden. Nem lett semmi baj. Na. Hogyha kifizetik a másik munkát, és amit nem kellett megcsinálni, ugye már renoválás volt, ott nem kapcsoltam be a kamerát, mert siettem, hogy érjek el ide. Ne húzódjon el az idő. Akkor ez a nap, mai nap nagyon jó lett. Azt írta a csaj üzenetbe, hogy oké, kifizet, nem mondta mennyit, lehet a 100 dollárt nem fizeti ki, csak 50-et, de akar mennyit, úgyis jó, mert nem csináltam semmit. Nem kellett ugye extrát menjek érte. Na jó. Amúgy a tegnap is, nem is mondtam, de a tegnap is elvárt az eső, haza, majdnem egész haza, igen, esett az eső. Nem olyan durván, de elázott minden porcikám. Beesik hiába, öltözöl akar, hogy beittod, befolyik a víz. Nincsenek olyan komoly eső ruháim. Na, annyit akarék mondani csak. És ezzel el vagyunk menve. Kamera pásza, be van homályosodva, mind az állat, oda se figyeltem. Nem láttatok semmit, itt építnek még egy bazi nagy hotel. Egy csupa hotel itt, ez jobb oldalán az útnak itt a víz felül. Oké. Okay. Palma fuck. Menjek haza, s üzemelem be az ötödik kártya a gyerekek. Yeah. Napa.